A záróünnepség résztvevőit köszöntötte Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, aki azt mondta, Kisvárdán a fesztiválon jelen van a magyar színjátszás színe java határon innen és túl. Hozzátette, hogy 2024-ben a korábbiakhoz képest már más problémákra, a globalizáció és egységesítés kultúrájának kihívásaira ad választ ez a rendezvény. Ez Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő olyan fesztiválja, ami nem csak Magyarországnak, hanem az egész Kárpát-medencének egy nagyon fontos ünnep. Ez kicsit a magyar nyelv, a magyar színjátszás, a magyar összetartozás ünnepe. És Kisvárdánt dicséri az, hogy már a 80-as években gondoltak arra a igazgatók, a szervezők, hogy érdemes egy ilyen fesztivált csinálni, érdemes találkozni, megosztani a jó gyakorlatokat, és ezzel segítve a magyar színjátszás ügyét. Én biztos vagyok benne, hogyha megnézzük most, hogy hol tartanak a színházak, mennyit fejlődtek az elmúlt 36 évben a határon túli magyar színházak, akkor abban a Kisvárdai Fesztiválnak is nagy szerepe volt. A szakmai zsűri elnöke Nagy Katica színművész volt, akit a közönség a Szemmelweis című film női főszereplőjeként ismer. A színésznő számos élményt és tapasztalatot szerzett a fesztiválon. Csodálatos élmény volt itt lenni. Egyrészt azért, mert olyan előadásokat láttam. Igazából én legfőképpen ezért jöttem. Persze nagyon megtisztelő a felkérés, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. De összességében, amit én leginkább kiemelnék, és nekem a legtöbbet adta az, hogy láthattam ezeket a határon túli előadásokat, tehát, hogy ezekkel én Pesten nem tudnék találkozni. Csupa nagy alkotónak az előadásait is láttam, és egy csomó élménnyel gazdagodtam. A Kisvárdai Színházi Fesztivál szakmai programjában idén 27 előadás szerepelt, közülük 17-et a versenyprogram keretében láthatott a közönség. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fődíját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata kapta, a Bocsárdi László rendezésében színpadra állított Csónak, avagy Előttünk az özönvíz című előadásért. Azt helyeztük fókuszba, amit mindig, hogy szakmailag minél magasabb színvonalon próbálunk működni, és igazából sikerült létrejönnie egy olyan szerencsés találkozásnak a rendezővel, ami meg tudta határozni ezt az utat, vagy ezt a végeredményt hozta. A zsűri jutalmazta az ígéretes tehetségeket, számos egyéni és társulati, valamint külön díjat ítélt meg a fesztivál legkiemelkedőbb művészeinek.